Kudarcba fulladt a Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett tüntetés. Az előre beharangozott 100 000 ember helyett néhány százan jöttek el a közmédia székháza elé. A baloldali pártok is távol maradtak, ezt a felszólalók nehezményezték is. Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő korábban 100 000 embert várt a Kunigunda útjára, de pénteken délután azt állapította meg, hogy az emberek inkább lementek a Balatonra. Amikor jöttem, a GPS-en láttam, hatalmas torlódás volt az M7-esen. Ezek az emberek talán kisebb részben félelemből, nagyobb részben viszont hitetlenségből nincsenek itt. Üzenem nekik, hogy ha most 100 000 lennénk itt, nem kellene többet jönnünk. Megoldottuk volna a problémát. A DK, az MSZP, a Jobbik, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd politikusai jó előre közölték, hogy nem vesznek részt a megmozduláson. Ezt a demonstráció egyik felszólalója is szóvá tette. Miért nincs itt, teszem fel a kérdést, Budapest kiváló, a kilakoltatásokat leállító főpolgármestere? Vagy a borsodi és más szegények hangján hitelesen szóló Jakab Péter? Vagy az Európai Minimálbér pártjának vezetői? Az Európaiság és a Modernitás pártja képviselői, vagy a kisemberpárti szocialista vezetők. Itt lenne a helyük a színpadon. Hatházi Ákos a 444.hu újságírójának úgy nyilatkozott, nagyon nagy baj lenne, ha az ellenzék azért adná fel a propaganda elleni tiltakozást, mert én az egyik jelöltjükről elmondtam néhány olyan dolgot, amit nekik is kellett volna tudniuk. A lap megjegyzi, hogy Hatházi Ákos a borsodi időközi választás előtt azt állította, ő előre figyelmeztette az ellenzéki pártok vezetőit a közös jelöltként indított Jobbikos Bíró László korrupciógyanús ügyeiről, ezt azonban az érintettek tagadták. A független képviselő azt is mondta, őt egyáltalán nem érdekli, milyen szerep jut neki a 2022-es választási összefogásban.